Karácsony alkalmával a kolindálás időszaka is elérkezik Romániában. A gyermekek csapatosan összegyűlnek és végigjárják a házakat, ahol csengők, dobok kíséretében énekelnek, valamint megosztják jó kívánságaikat a családokkal. Többek között ezen hagyomány szellemében rendez évről évre egy ünnepséget a Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat vezetősége. Eldöntöttem akkor, mikor áttelepültem 92-ben, hogy nekem túl szegény a karácsony a kolinda nélkül. És akkor azt mondtuk, hogy próbáljuk ezt hagyományová tenni minden évben, hogy egy kicsit az itteni magyarság is, és nem csak a románok, magyarok, akik itt élnek, több nemzetiség, hogy tudják megismerni a nagyon szép román hagyományokat. A jó hangulatú rendezvényre közel 200 vendéget vártak Makóról, Szegedről, Gyuláról, Nagylakról, Pécskáról, illetve Nagyszentmiklósról is. Utóbbi településről két kórus kapott meghívást. A római katolikus vegyeskar tagjai több nyelven, köztük latinul, románul és magyarul is énekeltek karácsonyi dalokat az összejövetelen. Most ilyen időtájban nagyon sok eseményen veszünk részt, és próbáljuk mindenhova elvinni a Jézus Krisztus születésének örömhírét, bármely városba, az ország bármely részére és bármely nyelvén. Ezt mindenki saját hagyományait próbáljuk átvenni, és továbbadni másoknak is. Az összejövetel nem csak a közelgő ünnepre való hangulódásról szólt, ugyanis megemlékeztek az 1989-es román forradalom 30 éves évfordulójára, illetve tiszteletüket fejezték ki a fegyveres összecsapások során elhunytak előtt, valamint megünnepelték a nemzetiségek napját is.